Vagy hogy öngyilkos akarsz lenni. Az én gyerekemmel a hasadban? Na felejtsd el, na nem. Tudod mit? Elveszek feleségül is. Ez neked minden kedden van, ahova most megyünk? És csütörtökön. Aha, tehát hetente kétszer foci. Én milyen, mindig megyek. De milyen poszton vagy? Nincs poszt, hát ez egy kis pályás. Az azt jelenti, hogy... Kapus valaha voltál? Ahogyne, én úgy kezdek, hogy mert mindig váltjuk egymást a kapuban, igazi kapus nincs, és akkor az elején mindig én kezdem a kapuban, és akkor egy negyed óra után én befejeztem, és utána csak futkározom. Amikor ilyen tévések, vagy valami keresnek, és akkor gondolom, hogy nem tudok, ez még régen volt. Mondtam, hogy nem tudok, mert focizom. Hát majd focizol holnap. Hiszem, ilyen nincs. Volt. Ilyen nincs, hogy holnap. Hát, miért többieknek szólok, hogy ma nem ma focizunk, hanem holnap, mert persze. A tévé azt mondta. Ilyen nincs. És akkor utána kitaláltam egy nagyon jó dumát. Mondom, jaj, nem tudok, hát ó, nem, hát nekem, hát öttől tanítok. És amikor már kimondtam magas, mondom, hogy mi faszt tanítok? Mit fogok hazudni? Mondom, de hol tanítasz? Akkor még rádióztam. És mondom, hogy nem, hát Gödöllön tanítok, mert oda jönnek a gyerekek, és hát... De mit tanítasz? Mondom, rádiótechnikát. Na most, az mi? Az mi a rádiótechnika? Mondom, én, mint rádió műsorvezető, mondom, nem tanítanám őket meg arra, hogy hogyan is működik egy ilyen rádió. És akkor elhallgattak. És egy darabig ez ment. Most már nem, most már mondom, focival nem érek rá. Nemrég a papapia kapcsán kaptam mindenféle kritikát, ezt hogyan viselted? Üljön be, és írja azt meg, hogy jól éreztem magam, vagy nem éreztem jól magam, mert ez úgy szar, ahogy van. Ez értem. De hogy ebbe belekever mindenféle dolgot, az fáj nekem, hogy tehát mi közel meg a filmhez. Volt a legcsúnyább kritika az volt, aki azt írta, hogy ez egy jobboldali film. És hát, jó, ez? Ezek rosszul esnek, mert nem tudsz mit kezdeni vele. Tehát mondja azt, hogy hát a Feró színészileg nulla, az semmi. Jó, de akkor azért én ugye elmondanám neki, hogy jó, de akkor nézd már meg a végén, amikor az unokámmal beszélgetek, és azért ott elénekeltem a P-mobil nótát. Szerintem nagyképű vagyok. Az jobb, mint az eredeti. Maradjunk ebben. És most, ha becsukom a szemem, kicsit olyan érzésem van, mint a Ford fellé mellett ülnék. Ezzel passzom meg át, persze! A picsába. De egyébként ezzel szoktak még ugratni, vagy? De mai napig működik a dolog. Aha. Tehát mindannyian ilyenek szeretnénk lenni, mint a Ford. Hogy megcsokolod a csajt, és utána egy nagyképpen megkérdezett tőle, hogy na, milyen volt? Hát ezek óriási dolgok, én is imádtam a filmet. Aha. De próbálj meg csajok között keresni rajongót. Nehéz, ez igaz. Egyébként filmek kapcsán te még belekeveréztél aztán az Argóba is, meg tehát kaptál tök igen. Szereplési lehetőséget. Az Argót én nagyon élveztem. Amikor profikkal forgatsz együtt, az nagyon jó, mert egy kicsit te is úgy érzed, hogy most már én is profi vagyok. Hát a Reviszki Gáborral együtt forgatni, hát ne viccelj, hát az csoda. Csúlya Imrével, amit ott együtt műveltünk, sokszor volt, amikor le volt írva valami történet. És én általában szeretem magamat fegyelmezni. Nem, azt írták le, akkor azt kell játszani. Nem mást. Hogy oda volt írva, hogy nem húztad be a kéziféket, de beúztam. Nem húztad be. Ez ilyet nem mondok. Te hülye, nem húztad be a kéziféket, de beúztam. Az apád faszát húztad be. És ha ezt nem mondod, akkor nem életszerű. Akkor nem életszerű. Igen, és igen. Most itt nem a ronda beszédről van szó, mert én is azt mondom, hogy jó, hát ha lehet, akkor kerüljük el. Nagyon mérges vagy. Akkor nem mutatom, a kis késik neki a 700-át, hát te nem húztad be a kéziféket? Nem. Akkor. És hát jó volt, már rendező elfogadta ezeket a dolgokat, ellenben a Csupó Gáborral. Ugye most a Papa Piában, hát egy párszor eleresztettem magam. Azt mondta, nem, álljunk meg, nem, családi filmet csinálunk, nem beszélünk csúnyán. Igen. Én szerettem a mozit, megnéztem, a feleségem azt mondta, amikor megnéztük, hogy ez nagyon jó kis film, ez az a jó, hogy többször is meg lehet nézni. Most ennél nagyobb dicséretet.
Ha már a feleséged szóba került, nemrég egy interjúban nyilatkoztad az öngyilkossága kapcsán, elég őszintén beszéltél erről, vagy a pontosabban... Szoktam, igen. Igen, igen. 20 éve volt fiatalabb, és én úgy gondoltam, hogy én vagyok 38, ő meg 18, ez nem ez lehet. Működik. Ma már, abszolút ma már. Azt mondanád, de igen, de akkor még kicsit, úgy érezted, hogy nem fog? Még kicsit, hogy belegondolok, hát már öreg is hozzá. De akkor még kimondani is rossz volt. És akkor mindenki nézett, hogy na, az öreg pedofil. Mert hát olyankor nem más volt a világ. Uh-huh. És akkor, mikor terhes lett, akkor én először is fölvágtam az erejemet, hogy ezt nem hiszem el. Hát nem lehetett volna valahogy kivédeni a dolgot. Mi legyen, hogy legyen. Szaladtunk az orvoshoz, de már túl voltunk az időn. Ültünk ott, emlékszem, János kórház előtt, és így néztem magamban, hogy hát, ez a gyerek lesz? Már megszületik. Na de a gyereknek család kell, meg apa. Egy fillért nem keresek. Örülök, ha nem visz be a rendőr. Akkor ez a nagyon semmi. Zűrös korszakod volt? Igen, igen. És akkor ide jön egy gyerekkel, nekem, és hol fogunk lakni? Lakásunk egyetem volt. És akkor ő elkezdett sírni, hogy ő megöli magát, meg minden. És miről beszél, ez hülye? Hogy öngyilkos akarsz lenni? Az én gyerekemmel a hasadban? Na felejtsd el, na nem. Tudod mit? Elveszek feleségül is. Arra mondtam, hogy de nem akarok megnősülni még egyszer. Nekem már egy elég volt bőven, nekem nem akarok. De rájöttem, hogy igazából, ha gyereket csinálsz, akkor el is kell tartanod. Uh-huh. Ezután azért, ha nem is rögtön, de azért elindult az életed. Nagyon lassan, ugye, akkor én, akkor a Trunkos Andrissal összefogtunk, mert ugye a bikininek kellett nótákat írni, de én akkor halálosan meg voltam sértődve az ős bikinire. Uh-huh. Az akkori dobos, a Gabi, azt mondta nekem, hogy jó, van, menj el, majd én megírom a szövegeket. Te? Hát írni, olvasni nem tudsz, vagyjál már. Bazd meg, hát ne hülyeskedjél már. De nagyon jó barátom. Ez akkor volt. Amikor aztán a D-nagy oda került, megírták a szövegeket a bikiniben, de már ez már a D-nagy féle bikini. A hanglemezzel azonnal visszadobta, azt mondta, hogy ne, hülyeskedjetek már. Kell. Egy Ferro után ilyet nem lehet írni, hát ezt nem. Menjetek, kérjetek meg a Ferrót, hogy írja meg. A Trunkos ugye a Rossz frakcióban, igen, ő együtt volt a D-nagyja, és jött ki hozzám, hogy gyere, csináljuk meg. Mondom, én? De hogy csinálom? Ja, hát azt mondta, az önérzeted már nem engem. Na, egy fillér nem volt a zsebemben, tudod? De önérzetem az. Az volt. Az iszonyú volt. És én mondom neki, tudod mit, András? Rendben van. Figyelj, 100 000 forintért fölemelem a tollat. András, ez te hülye, 100 000 forint 83-ban? Hát persze, hát ez... Tehát egy fizetés volt 1200 forint. Igen. Biztos voltam benne, hogy nem jön össze. Másnap kijön az András. Kifizetik a felét most, és ott ülsz is aggódsz, hogy 50 000 forint most, egy óra múlva veszek egy piros Marlborót. Te ilyenekben mérted a pénzt, persze. Hogy egy piros Marlborót veszünk, és akkor így ülünk ott a Vörösmarty terén, szívjuk a Marlborót, és fikázzuk az embereket. Ja, Istenem, de szép idő. Na, hát ehhez képest, akkor, ahogy mondtam, az előbb elindult az életed már annyira, hogy szinte az egész családod benne dolgozik a nagy Ferro projektben, ha lehet így hívni. Hát igen, mert a kisebbik fiam ugye az ő magától kiképezte magát dobosnak. Elmondom minden koncerten, hogy egész életemben kerestem egy jó dobost, de nem találtam. Hát, kénytelen voltam csinálni egyet. Ez ők első meghallott a húrom, mondta, hát ez normális ez normális. Az apáddal beszélsz. Igen. Az a jó benne, hogy a Hunor is, meg a Botond fiam is, ők mind a ketten, mint technikusok kezdték nálunk. És az első, amikor mondani kell, töltsd már ki ezt a papírt, az igen, de mi a pater, nem tudod. Dehogy nem tudod. Oda mész szépen az igazgató úrhoz, vagy a polgármesterhoz, aki kitölti. És úgy beletanult a dologba, eleinte nem tudott, hát nem tudott megegyezni, mert nem tudta, hogy mit kell csinálni. Én meghagytam egy kicsit, hogy nem baj. Néha beleszóltam, vagy letoltam, hogy ez nem így kell, vagy nem úgy. De most már keményebb, mint én, sokkal. Tudom, jól készülsz, jövőre lesz áprilisban az arénában egy nagy koncert. Egy ilyen koncert, ami ugye egy
ilyen életműkoncert, vagy 40 éve a pályán vagyunk, szerintem van az 50 is, de hát most a menedzserek kitaláltak, hogy az 40, az jól hangzik. Egyébként innen visszanézve ugye volt egy korszak, amikor te voltál a nemzet csótánya, ezt a nevet te adtad magadnak? Én, igen. Miért pont ezt választottad? Ha nemzet csalogánya nem lehetek, akkor én leszek a nemzet csótánya. És akkor volt egy képzőművész barátom, Isten nyugosztalja, Bernát Y. Sándor, ő találta ki, én őt nagyon... úgy fogadtam, hogy mit akarod ez a szakállas csávó, ez küldte a rendőrség, tudja, hogy ez valamit akar tudni rólunk, mire úgy lassan hogy együtt éltünk meg, és láttam, hogy nem érdekel a rendőrséget, akkor is kurva. Mert egy nagyon jó ember. Egy iszonyú jó ember, és nagyon tehetséges. És akkor mondtam neki, hogy figyelj ide, én vagyok a nemzet csótánya. Azt mondja, az jó, mert az még nem volt, mondja. Ezek az emberek, mert a Vaszlavik is, meg a Sanyi, egy egészen más, hogy gondolkodnak. Más gondolkodnak, más. Igen. Kéne szerezni ezt egy pólót, mondom, hát figyelj, de hát én punk vagyok, de egy ilyen hosszú térdigérő, póló. Térdigérő, emlékszem a képre, igen, a valami rock... Egy rózsaszín, és kimentünk a Teleki térre, és ott találtunk egy pólót, ami a Halloween-szerű volt. És megláttam, mondom, ez mit szólsz? Azt mondja, ez jó lesz, ez jó gusztustalan, ez jó. Ugye az elején a pólónak ült, hogy nem, nem, két nem volt egymás mellett. Utána a Z, az már nagyjal volt írva. És, akkor és az O betű az pedig? Igen. Igen, hát az a Ponci volt. Az a Ponci volt, az a Rambusz, igen, az a Hello. Más jelentések kerülnek bele. Uh-huh. Ugye a nemzetcsotány az egy egyszerű. És akkor így a nem nemzet. Igen. A nem nemzet, akkor az nemzet, nem nemzet. Igen, mi igen. Van? Aha. Miről van szó? Sokszor, amikor kitaláltunk egy ilyet, akkor az egy véletlen volt. Tehát reggel, ha fölkeltem, akkor nem igaz, hogy azzal kezdtem, hogy mivel lehetne ma odasózni a rendszernek egyet. Hát ki az a hülye? Nem, hát eszembe jutott, hogy és úgy fog kezdődni a dal, hogy támadás, 1, 2, 3, és akkor belül megszólalták, hogy te hülye, feljönnek a rendőrök. Hát jöjjenek, hát de hát mi Jerikó falairól énekelünk, azt egy kürt hangjával le lehet rombolni, több kürttel, de le lehet rombolni. Szám arra volt, hogy nem kerestünk konfliktusokat, vagy valamit, de mindig az, hogy de hát ezt még kell, ezt még tessék engedni. Uh-huh. Tehát hol a határa a művészetnek, mert ami a határon túl van, az az igazi. Szóval ameddig el lehet menni, addig jó. De mi van, egy picit túllövök? Tehát mi van, azt mondom, hogy ideiglenesen, ihaj, csuhaj! Hát persze, bevisz a rendőr, mert ideiglenes szó az a érdekes, szovjet hadseregé volt. Pont a kis Tibi néhány héttel ezelőtt mondta, hogy ő azért szeretett a veszélyes zónába elmenni, mert olyan szépen mondtam, mert ott vannak a dalok. Igen, igen, igen. Ott érzel valami olyat, hogy most már itt vagyunk, most, akkor csináljuk. Most már csináljuk, érted? Van-e valamilyen mottoja az életednek mostanában? Persze, nem most találtam, kb. 10-15 éve egy lemezen optimistán bele a reménytelenségbe. Ezt a gyerek is állt, ezt tudjátok még? Hát hogy ne tudnám, én írtam. Hát hogy ne tudnám? Azt mondja, hogy nem énekelnéd el? Mondom, de nem én éneklem, ez egy csaj énekli. Nem baj, énekeld el te! Egész éjtel márom a szombat éjszakát! Hát ezen a hangon nem lehet elénekelni, gyerekek!